They made ready for war. The world had fallen into shadow. The earth grew cold, and the wind whispered of death. And I beheld a black horse, and he that sat on him had a pair of scales in his hand. Attila was born. All knelt before him, for they knew he would devour the earth and set on fire the foundations of the mountains. Attila was born from darkness and despair. Nos, hát üdvözlök mindenkit ismét az Attilában, Totálban Attilában. A második részben vagyunk a sivatagi királyságokkal folytatott kis sorozatunkban. És megszületett Attila, ezzel kezdődik a kis mini intrónk. Jó, kaptunk pénzt, mert elértük Krisztus után 400-at. És megszületett Attila. Ez ránk annyira nincs befolyással, szóval amúgy teljesen mindegy, hogy megszületett vagy sem. Azt mondja, hogy ezt a várost elkezdtem fejleszteni. Mégpedig milyen módon is? Én most mit építek itt? Semmit, ezt nem tudjuk lebontani? Nem. Oh, Jesus. Na nézzük, mi kell nekünk inkább. Élelem. Yeah. Jó, itt legyen egy kis élelem. Fejlesztjük a technológiákat is, míg pedig ebbe az irányba kéne elmenni. Kereskedelemből vagy állattenyésztési épületekből, állattenyésztési ez plusz adóbevételt jelent. Jó. Hát itt még mindig szar a helyzet, tehát valamit nem tudunk előre haladni. Egy kutat kellene építenünk, de a növekedésünk nagyon-nagyon szar. Nagyon lassan növekedünk, és 7 népesség kellene ahhoz, hogy tudjunk építeni bármit is. Ha csak nem bontunk le valamit. Ezt ugye lebonthatjuk. Maybe. Viszont azzal biztos, hogy az... nem tudom, mit kellene. Ha ezt lebontjuk, ide tudunk építeni egy kutat. Itt viszont most a higiénia az jó. Itt is jó, itt nem jó. Itt nem jó. Ide viszont nem tudunk építeni semmit, amivel tudnánk javítani a higiénián. Hát akkor lehet az lesz, hogy ezt lebontjuk. Ez se kompenzálja a dolgokat. Tehát igazából a vallás miatt van itt probléma, nem más miatt. Ja, az viszont templomot kéne építeni. Azt meg nem tudunk. Szintén nem tudunk. Vagy tudunk? Nézzük, mit tudunk építeni. Hogy is kell megnézni ezt a... Igen. Azt mondja, hogy... vallás. Falu vallás, ez mi? Ez falu. Falu, de tudunk építeni. Ez közrendet növel. Közrendet növel. Közrend. Közrend. Város vallásra. Kápolnát tudunk, és akkor ezt tud higiéniát és vallást is adni. És te város vagy? Nem, te falu vagy. Község. Város. Hát ide tudnánk csak templomot. Jó, ez se jó. Hát, akkor egyenlőre ez nem nyúlunk. Nem tudom, tehát ez a régi úgy tűnik, hogy instabil marad egy jó darabig. Tényleg nem tudok más csinálni. És itt hogy állunk? Itt minusz 13. Jó, támadjuk meg. Nem érünk el odáig, jó, nem baj. Viszont ez a sereggel ezt meg tudjuk támadni. Laying siege to the settlement. Elég érdekes, hogy ez nem egyértelmű a játék számára. Mindegy, teszünk ide egy ilyen mostromgépet. Veszünk fel embereket. Hát... van pénzünk, szóval felvehetünk igazából bármit. Vegyünk fel...
Belőltek hármat, meg belőltek hármat. Jó, hát ezzel a bevételünk eléggé lecsökkent, de lényegtelen. Majd ezzel később foglalkozunk. Te arra így jöhetnél ide? Jó, ez a tartomány is itt üres. Oké. Akkor ezt ostromoljuk. Ezt ostromolni fogjuk. Hát így eléggé mínuszba megyünk mindenhol, igen. De nem baj, majd ide visszajövünk. Ez a régió stabilizálódni fog. Látsunk egy kört. Nézzük meg, hogy mi fog pontosan történni. Mert nem vagyok benne biztos, hogy mi lesz a legjobb megoldás. By the way, még továbbra is megfázás, gyötő szóval a hangomat azért olyan, amilyen. Ezt ugye az előző részben is elmondtam, hogy egybe fogom felvenni az összeset, és hát egy-két napon belül. Ugyebben egy-két napot rászállunk, és akkor több részt felveszek. Egymás után, nyilván egy kis szünettel, megfűszerezve. Tehát most a nyugat-római birodalom a háborúban állunk, és szerintem a kelet-rómaival is. Az még nem annyira jó. Hát meg több ilyen kisebb nép egyébként nem annyira szeret minket, mert azok a hűbéresei mondjuk a nyugat-rómaiaknak. Jó, igen, itt lázadások lesznek a következő körben, az nem baj. Na, hát szerintem elnyomunk egy full autó támadást. Ez felesleges lejátszani a térképen. Megszállj. És... hát, egyenlőre nem bántjuk a seregeket. Egyenlőre jók vagytok így. Ezt is szerintem autón lenyomjuk, felesleges lejátszani. Totálisan fölénybe vagyunk, 94 embert vesztettünk, megszállj ezt is. Jó. És így elég instabil lett ez a régió, de a miénk. Tehát ebből nagyobb probléma már nem lehet. Azt lehetne még tenni, hogy ide ledobunk egy sereget. Mondjuk vezető, munkafelügyelő politika, könyörtelen támadó az mindig jó. Ha bejössz ide, és neked ledobunk 4 egységet. Tőled elveszünk 2-t. Ezt a 2-t mondjuk. A lovasokat meghagyjuk. Az IS-okat meghagyjuk. Ami azt jelenti, téged is elveszünk. Igen. És itt pedig téged kiveszünk. Így. Jó. És így nagyjából forma-forma alapon vagyunk. És most lehetne az, hogy... nézzük már meg, hogy mégis mit tudunk építeni ide. Szóval, nem forrás, hanem... higiénia tekintetében. Jó. Falusi vízzel látó, oké. Ez közrendet is ad. Ez is ad közrendet. Hát, hogy ez lenne a legjobb, ha ezt itt lebontanánk. Jó, ezt lebontjuk, egyenlőre a nyersanyagokra el fogunk esni, de nem baj. Te mi vagy? Kormányzó vagy. Neked plusz 2 közrendet adunk ebbe a tartományba, és kísérőket is adunk neked. Hát... ellenség morálja mondjuk. Morál rómaiak ellen, oké. Jó. És most lépünk egy kört. Most már elég nagy területünk van, most már az az a feladatunk, hogy terjeszkedni kell és tovább kell haladni. Szóval szerintem ez a Cézáriában a lévő sereg, aki itt most előttünk van, el fog indulni keletre itt fent. Mármint az északi területeken haladva elindul kelet felé, és letaroljuk ezeket az északi településeket. Aki pedig nyugatra van, kire? Oh fuck me, te mi vagy? Garamanta szeparatisták. Jó, lehetszük térképen. A uralkodónkkal pedig ott maradunk nyugaton, Spanyolország alatt, és szerintem be fogunk majd nyomulni Spanyolországba is. Lehet, hogy csak szétverjük ott a római sergeket, és felperzsolunk mindent, amit tudunk, és a hispánokkal szövetségre lépünk, akik szintén ott vannak. És nem foglalunk el semmilyen területet, hanem azt ott hagyjuk egynek, úgy, ahogy van. Csak kiütjük onnan a római erőket, mert ha kiütjük a római erőket Spanyolországból, vagy legalább Dél-Spanyolországból, akkor nem fognak átjönni Észak-Afrikába, vagy Észak-Nyugat-Afrikába. Nem tudom, mennyire értem, amit mondok.
aki előtt, tehát aki vágja egy a térkép állását, és szem előtt van a térkép, Európa térképe, meg Észak-Afrika. Vagy így igazából a... Oké, bemondjuk. Igazából, tehát azért, hogy a térkép előttetek van, akkor valószínűleg értitek, hogy miről beszélek. Azt mondja, hogy... itt teszünk egy barikádot. Meg kell tudni védeni. Két lovas egysége is van, az a probléma. Formation! Azokat próbáljuk kiütni. Palitjásait. Oké. Kivesszük őket. The enemy is going for our general. Protect him. Yeah. Menjünk rájuk. Jó, csak ne hozz ránk a maradék lovasságát. Úristen, mi van, ezek szétszedik a lovasságomat. The men are losing hope. Mounted skirmishers. Our men flee the field of battle. Jó, Istenem. Shameful display. Jó. Kapjuk el őket, amennyire tudjuk. Igen. Mikor fogsz elkezdeni eltámadni Langevával? Most. Gyerünk. Their general is dead! A lethal blow! A tower has fallen! Menjünk be mögéjük, ezzel meg tudjuk őket törni. Jó. Utolsót is kapjuk el, és nyertünk. Nagyjából.
Jó, nyertünk. A glorious victory will soon be yours. Azokat még elcsípjük. Illetve titeket is. Már amennyire el tudunk. Azért a nagyját megfogjuk. Jó, oda. Jó, azok elmenekültek. Azokat viszont még meg tudjuk fogni. Így felgyorsítva az időt. Jó, most ide. Ezeket is megcsípjük. Jó, legalább ezeket a lázatosságokat kiütöttük. Csak a helyi védelemmel. Jó, és akkor meg titeket. Azt az egyet üssétek le, és elvileg meg is vagyunk. Nem? Te még mit botorkálsz itt a pályán? Jó, még akkor ezt. Igen. Kire? Még ott is van. Te hihetetlen. Nem baj, az utolsó emberek is lekergetjük őket. Csata vége. Nézzük a veszteségek. 79 életet túl, nálunk 400. 1000 embert vesztettek, 1041-et, mi pedig 200-at. Szóval ez egészen szép győzelem volt. Jó, azt láttuk ki a lovasságot. Tehát ez segített. Ha nem lett volna a lovasság, csak 5 lándzsás, akkor nem vagy benne biztos, hogy ezt megnyertük volna. De egy simán, tehát ez nagyon fasza volt. Nem tudom, miért egyébként ilyen sokáig, amikor visszadob egy csatából, de lényeg, hogy vissza fog tölteni egyszer remélhetőleg. És ezeket, hogyha kiütöttük, akkor folytathatjuk azt a terjeszkedést, amit elkezdtünk, illetve stabilizálni kéne a régiókat, mert még borzasztóan nem stabilak. Tehát az, hogy a régió vagy a tartománynak egyszerre két városát is kiütöttük, az eléggé instabillá tette magát a tartomány. Viszont szépen lassan az erős katonai jelenléttel visszafog. Vissza fog jönni a stabilitás. Mi tart már eddig, könyörgöm, játék? Na. Oké. Nagyon király. Ennek megint csak nem fognak örülni egyébként. Jó, és meg is öltük a seregeiket, és végig a polgárháborúnak is. Jó. Hát így csak simán mínusz 20-szer csökken folyamatosan a népszerűség, de mindegy. Jó, itt elkezdődött valami jobb folyamat most már. Tudunk-e itt kiképezni ügynököket? Nem fejlesztettük, vagy nem javítottuk meg a város részeket, ezt teljesen elfelejtettem. Basszus. Jó. Tudunk-e papot képezni? Nem. Itt viszont már tudunk. Csak most az a kérdés, hogyha ezt innen kimozdítjuk. Mondom, átképzés. Hogyha titeket innen kimozdítunk, az nagyon mínuszba megy át. Jó. Akkor várjunk egy kicsit. Lépjünk egy pár kört, aztán visszatérek szerintem. Nos, közben ide építettünk egy templomot, amit még tovább fogunk fejleszteni, és ezzel növeljük a Lotin kereszténység befolyását, valamint a közrendet is növeljük, és ezzel megálltjuk egyébként a csökkenését, amit jellemző, és valási különbségek okozzák egyébként ezt a negatív hatást. Itt ebben a tartományban egészen jól haladunk, tehát itt igazából minden rendben van. Itt van egy építési területünk, amit fel is fogunk használni, hogyha ez befejeződött. Hát konvertáljuk éppen, remélem, hogy konvertáljuk
kisvárossá, és akkor tudunk építeni egy kutat, ami frakciószerte majd tisztaságot fog adni. Tehát ez is növelik a higiéniát, és szerintem ezt a sárgát most már nekik is mozdíthatjuk. Igen, így ugyanúgy pozitív lesz a változás, és ezt pedig egy automata támadásra el fogjuk foglalni. Így is van, és megszálljuk ezt a római, nyugat-római várost is. Tovább viszik az ügynökünket, és megnézzük Kártagónál van-e serege, szinte semmi, úgyhogy majd tovább fogunk menni ezzel a sereggel, várunk egy kört. Lényegtelen nem fogunk foglalkozni azzal, hogy mennyire stabil, mennyire nem stabil. Azt mondja, hogy építkezés, hagyját, mozgási távolsága, ez egész jó, élelem, az nem kell, ez mi búzgalom. Nem kell egyenlőre, tekintélyre adunk és a mozgás távolságára. Illetve itt fenntartási költséget azt csökkentjük, ezzel a tréte, hogy neváljuk. Csökkentjük, neváljuk, jó mi. És akkor ebben a régióban is hamarosan lesz egy kis nyugalom. Azt nem tudom, ez amit lehetne még tenni esetleg. Téged tudnánk konvertálni? Nem tudunk konvertálni. Itt hogy állunk? Teljes higiénia 11. Tehát akkor ezt igazából lehetne növelni, csak a közrendet ez meg rontja. Ha ezt megépítjük, valami olyan kéne, ami a közrendet növeli. Olyanunk nincs. Búzamező, mező, ez nem kell mind a kettő, ez bontsuk le, ez nem kell a francnak sem. És építsünk egy istállót. Valamint itt higiéni az teljesen jó, tehát amit csak mocskot ad és nem vesz le a közrendbe, azt meg tudjuk építeni, ez mit ad. Helyőrséget ad, ez nem kell. Közrendet csökkenti, ez nem jó. Ez se jó, egyenlőre itt nem fejlesztünk, akkor itt tudunk-e valamit építeni, ami hasznos? Amit közrendet viszi le, az nem jó. Akkor egyenlőre nem csinálunk semmit, egyik provinciába kinevezhetsz egy kormányzót. Ja igen, mert most van egy új provinciánk, jó, oké. Okay. Állam férfi. Te mész oda, és adunk ki rendeletet, keresztény misszió. At your command. És adunk egy kört. Jó. Egészen szépen terjeszkedünk egyébként. És a rómaiak egyébként nem szoktak erre válaszolni. Tehát egy jó darabig nem nagyon szállnak itt partra, meg nem szoktak baszogatni. Néha a kelet rómaiak jönnek át, de annyi. Tehát alapvetően ez sose volt még problémám. Meglátjuk most, hogy fog alakulni. Diplomáciát is meg kéne nézni, hogy valakivel esetleg tudunk-e kereskedni, vagy bármi. Mert a kereskedelem az nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt tud hozzánk vágni. Ti nem szerettek. Kelet-rómaiak nem szeretnek, nyugat-rómaiak nem szeretnek, és elvileg ennyi, akit ismerünk. Nem túl sok. Bárhogy 84%-os a kereszténység, az igen. Tudunk képezni papot? Nem, de Kártagóban biztos, hogy van templom, amivel tudunk. Úgyhogy szerintem megyünk oda. Tehát állításod szerint gyengék vagyunk, oké, jó van, nem baj. None will escape. Bérjünk fel még akkor embereket. Hát nem tudunk amúgy sokat. Kettőt. Kill them all! Yeah. Nem mindegy, fenntartjuk az ostromot. És fejlesztjük. Katonai haladjunk, vagy civilágon nézzük. Toborzási költség felszerel, feloldható. Mozgási sebesség csatában, az még nem rossz. Tapasztalat. Legyen ez tobozási költség, gyalogságnál csökkenjen egy kicsit. Oké. Okay. Itt egyenlőre ez nem nyúlunk, és itt... Itt enged kutat építeni. Tehát építünk ide egy kutat. Akkor ide már nem kell kút. Ide van mást is építhetünk. Ide építhetünk esetleg latin kápolna.
Feloltató ügynökök pap, feloltató ügynökök pap. Kérdés, hogy kell ez ide? Mi az, ami jobban kéne? Szerintem műhelyek. Vagyon az iparból. Építhetünk... feloltató egység, páncélozott tevés. Jó lesz ez, építsük meg ezt ide. És akkor tudunk páncélozott tevéseket, tevéseket feloldani. Nos, ment vagy 3-4 kör. Ebben a városban építettünk egy csatornát, amely növeli a higiéniát és a közrendet, valamint a növekedést. Ezzel szemben építettünk egy, vagy felépítjük falu szintjére is, ami szintén közrendet ad, viszont kereskedelmi mólót építünk, amely közrendet viszi le, és a Bugza Farmot szintén közrendet viszi le, és a mocskot viszi lefele, tehát kompenzáltuk a dolgokat, és így nagyjából tud fejlődni a város. Nő egyébként a vallás. Dimidibe már a harmadik szintű latin templom szerűséget építjük, amely növeli a közrendet és a latin kereszténység befolyását, tehát a vallás kezd alakulni, mégpedig abban tekintetben, hogy már 56%-on van latin kereszténység, és megy lefele az összes többi. Viszont még mindig vallási különbségek vannak jelen, szóval ezt egyébként húzni kell továbbra is. És Kártagóval... hát nem sok változott. Szóval... nem tudom, mit kéne csinálni ezzel. Megpróbálhatjuk szerintem megtámadni. Azért ezt nagyon okosan kell, hogy megjátszolunk. Tehát ezt a nagy sereget, amelyik kint van, ez 1280 fős, 9. légiót le kell győzni kint, és csak utána mehetünk rájuk. De nagyon más nincsen, tehát muszáj lesz így megcsinálni a dolgokat. Várunk, hogy ne elsőbe kelljen támadni. Oké. Capture points inside a bit. Jó. Ti egyenlőre dobjátok le ezeket a dolgokat. Jó. Istenem. Ezt miért kell mindig megcsinálnom külön? Ezt nem tudom. Miért nem lehet normálisan elrendezni az egységeket? Mindegy. Jó. Könyörgöm. Csata indítása, jó. Pörgessük meg az időt. Leggyorsabb sebességre. Az a... ez a két hajó van, ami ott maradt. Jó. Azok, amint partra szállnak, rájuk megyünk. Tehát most. Most komolyan berassolsz az erődödbe, az anyamba, hogy leraktad a partra, de rájuk. Attacking our general. Jól lassítsuk az időt. Két csapatot is idehozzuk. Mi tart eddig?
Oké. Ezeket most már meg kéne törni lassacskám. Ezt lecsárcsoljuk. Akkor titeket csárcsolunk. General is dead. A lethal blow. Halott a vezérük, jó? Kerítjük. Azokból is ott belecsapódtunk. Szép. Stop now. Quick march. Nagyszerű. We will crush the enemy with our greater numbers. Szuper. Akkor... vegyük 3-asra az időt. Oda megyünk. És oda. Ott van egy IS. Te vedd fel ezt, te ezt, te meg ezt. És azt fogjuk csinálni, egy kicsit megtrükközzük szerintem. Tehát el is indult szarra. Te is. Ti pedig itt fogtok szerintem maradni. És két ilyeszt ide is küldünk. És látszik, hogy nem tudja, hogy mit csináljam. Megindítjuk ott a támadást. És hát, ha visszahozza. Nem hozza vissza. Érdekes.
Jó, azok az íjászok meddig érnek? Jó, ezt nem fogják elérni. Főleg egy picit arrébb megyünk. Ha. Hát akkor engedd el ezt az equipmentet. Megnézzük, hogy el tudjuk-e foglalni a várat. Oké. Okay. Eddig egész jó, ezeket lehet meg tudjuk kitörni. Jó. Our men have given up and are running for their lives. Adjuk meg kis pusztat magunknak, és jöttünk, oké. Húf, jó van. Elég érdekes volt a csata. És sok embert vesztettünk, 530-at, viszont rengeteget öltünk meg belőlük, 1700-at. Szóval egyébként elég szép volt. Elég szép győzelem volt, meg lett Karthago is. És mind a kettő parancsnokot megöltük. Oké. Megszállás. Ellenséged meghalt a csatában, jó. Fú. Hát nem mondom, hogy ez nem volt kemény. Ez nagyon kemény volt. Jó, ide ledobunk még egy sereget. Edzőtárs, ez mit ad? Ügynök toborzás, azt kell a fasznak. Munkafelügyelő, politikai állat, semmi lényeg, földtulajdonos. Személyes befolyás. Összetartás, legyen az. És ide... lerendelünk 4 egységet kapásból, jó. Ti pedig... ti pedig maradtok itt a régióban. Ezt ugye ennek a karakternek nem osztottad ki a pontját, jó. De mi vagy kormányzó vagy. Lelünk plusz egy ilyet. Egységfeltöltés plusz élelem. És szintén egy kormányzó. Építési költség, hadjárat mozgás. Jó, oké, ez jó lesz. Ezt ugatjuk a pontokat is. És meg egy harmadik régiója van ugye ennek a terület, vagy ennek a tartománynak. Karthagótól dél-keletre. Ugye meg is nézzük, hogy miről van szó. Nem Karthago Nova, hanem Origi Karthago. Itt, honnan most elment ez a hajó. Tehát most üresen hagyta tulajdonképpen. Szóval lehet, hogy be is masírozunk oda. Nem. Nem masírozunk be, jól van az. Csinálunk egy másik sereget és azzal megyünk be. Így van. Neked csinálunk még egy sereget. Tehát kiváló páncélzat, csinálunk közel a ciátütőerő. Tehát itt tulajdonképpen csak védelemre vagy jó, igaz? Amire csinálunk... két íjászt. Meg. Hát akkor nem tudom, hogy te belül... te... igazából, tehát... te védelemre vagy jó.
Csinálunk belőle kettőt. Ide pedig még két ijeszt. És te pedig jó vagy így, ahogy vagy. És itt mindenkit tudunk fejleszteni, hogy gyorsabb lovai legyenek. Diplomácia. Senki másra nem tudunk egyenőre továbbra sem kereskedni. Isten igazából. Ezt egy autótámadással lenyomjuk. Megszálljuk. Jó. És akkor egyenlőre téged így is hagyunk. Nem építkezés, nem is élelem. Buzgalom, közelharci védelem, az jó lesz. Adjunk védelmet a seregeinknek. Csak közelharci seregek vannak, és valakinek nem osztottam pontokat, ennek a kormányzónak közrendet adunk. Így van. Plusz még egy közrend, plusz toborzás költség, ellenség morálja, kutatási mérték, frakciószerte, jó lesz az. Oké. Ezzel valamit nem velünk a helyzetben, de mindegy, az egyik, hogy lázadás fog kitörni ebbe a tartományba egészen biztosan. Amit mindjárt meg fogunk tudni oldani. Nem lesz ezzel sem probléma igazából. Nehéz egyébként menedzselni az, hogy az újra elfoglalt területeket megszilárdítsd, és minden mellett legyen megfelelő bevételed is, és megfelelő sereged is. Ügyelj a higiéniára, ügyelj a politikára, ügyelj a vallásra. Tehát ugye rengeteg dolog van, ami itt így befolyásolja a dolgokat, és... tehát ezek nem egyszerű dolgok. Viszont a vallással lehet egyébként... itt is van. Fel is lázadtak. De hol lázadtak fel? Itt. Jó. Akkor ezt kiütjük. Nem fogjuk lejátszani. Csak simán megöljük. Lemegyünk Kártagóba, és így. Így most már jó. Meg kéne javítani mindent. Ezt az előbb elfelejtettem, viszont most már tudunk papot is képezni. Így van. Vallás terjesztése, plusz 4 befolyás, buzgalom. Ez jó lesz. Jó. És majd őt itt le fogjuk helyezni valahol, hát nem is itt. Nem itt szerintem, hanem inkább ide fogjuk lehozni. Hogy itt egy kicsit boldogabbak legyenek a vallás tekintetében. Tehát téged ne felejtselek el. Hát te nem fogsz hamar ide érni. Nem téged akartalak küldeni? Bassza meg, nem mindegy. Szóval ezt a papot fogjuk ide lehozni. Itt nevekedünk? Nevekedünk. Boldogok vagyunk? Boldogok. No. Helyőrséget ad, várossá tudjuk alakítani, plusz közrend. És mocskot viszi fel. Teljesen jó, akkor ezt nagyobb várossá fogjuk fejleszteni. Elég sok pénzbe kerül, de megoldjuk. Ez fejlődik. Diplomácia, tovább is tudunk senkivel se szinte. Semmit se csinálni. Kivezek innen, akkor negatívba mész, hát jó, akkor maradunk. És egyik hadvezérünknek, te ki vagy? Ja, te jelentéktelen vagy. Közrendet adunk. Vagyon bevándorlásból, fáradtság mértéke. Jó, vagyon. Ellenség morálja és pajstréning, oké. Okay. Talán most már itt is egyébként átmenjünk pozitívba, főleg, hogyha még áthozzuk a papunkat is. Akkor szerintem pozitív lesz ez a tartomány összességében. Gondolkodom egyébként, hogy nem csak egy ilyen egyedülállót csinálunk. Van, lehet kópozni a játékban, tehát például a hunokkal egész jól lehetne. Tehát vannak ugye fehér hunok, meg a sima hunok. Ez a két hun törzs például, hogyha kóba játszanánk, akkor ez egészen jól működhetne. Vagy bármilyen más vandál európai törzs is egyébként szóba jött, akik így vándorolnak. Ez tök jó lehet. Tehát így... Az egész jó lehet. Na, Dimidibe még több közrendet tudunk szerezni, hogyha még fentebb visszük. Latin szentély. Szerintem most már itt is tudunk egyébként papot képezni. Igen. Nem. Nem tudunk papot képezni. Miért nem? Na mindegy.
Azt mondja, hogy mit tudunk fejleszteni? Mozgási sebesség, nem. Lövedék, nem. Kereskedelemből szerezünk pénzt, aztán ebből tudunk, ha ebből tovább haladunk, akkor ki tudjuk fejleszteni ezt, ami az üzbék hálózatot adja, ami tulajdonképpen ugyanúgy higiéniát ad, szóval. Na, itt elkezdtünk jó irányba haladni, úgy látszik. Ezt konvertáljuk át kisvárossá, ezt is falucskával, és ezt is falucskával. Higiénia. Egész jó mindenhol, szóval építhetünk olyan dolgokat, amiből pénzt szerezhetünk. Élelem. Tevecsorda, élelem és pénz. Ez a lótenyésztés írja meg egyébként a legjobban. Nincs a pénzünk. Ready for orders. Ja, ez valós. At your command. Ready for battle. Váltsunk még egy kört. És megnézzük, hogy mi történik a kövi körben. Ja, igen, a papunk elindult. Megnézzük, hogy mi történik a kövi körben. És én lehet azt mondom, hogy ezt a részt itt le is zárjuk egyébként. Hogy ha csak valami érdekesség nem fog történni. Ha nem, akkor ezt itt lezárom. Mármint a érdekesség alatt arra gondolok, hogy megtámad-e valaki. Így egyelőre egyébként egész jó, nem annyira jó, mint egy-két végigjátszásomban, amit már elértem, tehát voltak már jobb dolgaim is. De alapvetően nem állunk rosszul. Nem állunk rosszul. A pénzünket lehetne még növelni, ezt úgy lehetne növelni, hogy kereskedünk. Tehát ez egyetemben kereskedem. Illetve hogyha olyan nyersanyagatari helyeket szerzünk, mint például ez. Tehát az elég sokat tud segíteni. Itt mikor tudunk? Ja igen, itt majd vissza kéne építeni a nyersanyag kitermelését a drága kőnek. Jó, ez nem nyúlunk. Ha elérjük a hetes népességet, akkor visszaépítjük, és akkor itt ezzel is tudunk majd kereskedni. A papunk elvileg most már tud jönni ide. És így növekszik a közrendünk is, meg minden egyéb az, hogy itt van egy pap. Szerintem... Itt hogy állunk a vallásra? Itt már nem rossz, de ide is dobunk le szerintem még egy papot. Plusz egy buzgalom, vagyon kulturális épületekből. Plusz egy buzgalom. Ezeknek van valami fenntartás, egyébként egy toborzás? Nincs. Szuper. Akkor téged ide fogunk áthozni. Itt is tevékenykedj, és tudunk még egyet képezni? Nem kettő per kettőnél járunk, viszont itt majd tudunk egy újat. És akkor ezt majd visszavisszük ide. De ezek a közöndet növelik meg, így alapból a vallást is elősegítik. Na mindegy, mivel nem történt semmi érdekesség, ez így most mennyire stabil, hogyha innen kihozom. Meh, nem stabil. Majd erre elkezdünk portyázni szerintem a következő részben, illetve ezt a három települést itt sorban leigázzuk. És... ezért tulajdonképpen a nyugat-rómaiakat kiütjük, és ez a tartomány, ez a tartomány, ez a tartomány is. Ez a tartomány mind a miénk lesz, tehát négy fix tartományunk lesz. Az már elég sok pénzt fog hozni, elég nagy seregünk lesz, és elindulhatunk ide keletre a kelet-rómaiak felé. Illetve itt több törzs vagy inkább nép felé. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ezt a részt, eljutottatok idáig. Tetszett, akkor kérlek értékeljétek az, hogy dobtok egy lájkot, és esetleg feliratkoztok újak vagytok, bár nem annyira stratégiára épülő csatorna, de néha-néha azért becsúszik. És szerintem a következő Total War Attila részben találkozunk. Addig is legyetek jók, sziasztok!